Sziasztok! A mai napon a Deseda tóról jelentkezünk, és ennek apropóján az országos bajnokságnak az egyéni döntője zajlik itt most. Most egy új sorozatot indítunk, hogy egy kicsit így betekintést nyerjetek a versenyzés világába és a háttér munkába, hogy mi zajlik itt a versenyek során, illetve közben, alatt, után, ugye a reggel hogy telik, hogy készülünk föl. Úgyhogy most mai napon itt ugye a döntőnek az eseményeit figyelhetitek. Főként ugye meccsbotozásról szól a desedai horgászat. Mindenki, szerintem hogy a 40 főből azért elég sokan ezt erőltetik. És akkor a rakósbotos horgászat az talán itt majd egy picit háttérbe fog szorulni. Nyilván majd meglátjuk, hogy a 4 napos verseny után majd milyen eredmények fognak születni. A mai napon 2 féle szereléket használtam. Az első 2 órában elég jól ment a víz balra, egy kicsit volt egy szellő, és ez az áramlás úgy megzavarta ezt a horgászatot, úgyhogy egy olyan felszerelést választottam, ami le van szorítva a fenékre, és próbál stabilan állni. És itt a második felébe pedig a kezemben látható szálvegleres meccsbotot használtam, ami rendkívül egyszerűen van megszerelve, hiszen van egy 30 centis előkém, rajta egy 16-os horoggal, 2 jelzőolom, ugye egy forgóval, és fölötte egy ilyen, hát cirka 40 centire van egy ilyen jó gramnyi ólom, ami ugye behúzza az uszónak az antennájáig, ugye a végső stádiumba az antennát, és a mai napon ezt a hosszú szálveglert használtam, ez 14 grammos, ebbe a szellőbe, meg hogyha van ilyen keresztcél, akkor a pontosság miatt célszerű ezt a 12-es, 14-es méretet használni 30 méteres távolságra. És akkor a másik említett szerelék, az pedig, ugye itt van, ez pedig ugye egy csúszószós slider szerelék, ami ugye 12 plusz 3 grammos, az azt jelenti, hogy 12 gram van a zsinóron, 2 jelzőollom, a szintén egy forgóval és egy 30 centis előként 16-os horoggal, ezzel lehet egy kicsit stabilizálni a felszerelésünket, és amikor főleg ilyen keresztszél van áramlás, húzza a zsinort, akkor egy picit stabilabban álljon a felszerelésünk.
minden működne ez a horgászat, ha nem lenne jó szendvics. We'll be right back.